Reggeli Monitor. A PwC legújabb felmérése szerint a hazai pénzügyi szektorban mindenképpen egy megújulásra van szükség, legyen itt szó új készségek elsajátításáról vagy egyéb másokról. Mielőtt azonban erre a megújulási folyamatra rátérnénk, beszéljünk arról, hogy hol tapasztalhatóak ezek az elmaradások és milyen hatással vannak a pénzügyi szektorra, és utána röviden beszéljünk arról is, hogy milyen jellegű változásokra van szükség. Így van. A felmérésünk az 2023 nyarán több mint 100 magyarországi CFO megkérdezésével készült, és ami látszik belőle, különösen, hogy én már 5. éve csináljuk ezt a felmérést, az az, hogy az elmúlt 5 évben nagyon sokat fejlődött a pénzügyi terület, nagyon sok új technológia van, és ezeket egyre bátrabban használják a CFO-k. Viszont az is látszik, hogy ezeknek a elterjedése még korlátozott. Jelenleg is a problémának a CFO-k leginkább azt látják, hogy még nagyon sok a manualitás, illetve hogy a pénzügyön belül, illetve a vállalaton belül a területek elszigetelten szigetszerűen működnek. Ebből adódóan a transformációnak két nagy akadálya van. Az egyik egy nyilvánvalóan technológiai, hogy az új technológiákat minél jobban használjuk és minél hatékonyabban működjünk. A másik pedig még talán ennél is fontosabb egy emberi, hogy az embereket, ahogy ön is mondta, motiváljuk, képezzük, és a változásra képessé tegyük a szervezetet. A felmérésük szerintem egyik legszembetűnőbb adata az volt, hogy a pénzügyi vezetők mindössze 28%-a érzi azt, hogy egyéb más CFO-k vagy pénzügyi vezetők jelenleg jól átlátják a terület működését, azért ez egy nagy akadályt jelent a megújulás szempontjából. Ez mindenképpen már csak azért is, mert ugyanebben a felmérésben azt is megkérdeztük, hogy mennyi időt fordítanak arra, hogy ők megismerjék a többi területnek a működését, és 84%-uk mondta azt, hogy ez egy kiemelten fontos szempont nekik, hogy ők minél jobban értsék az üzletet, minél közelebb legyenek hozzá, és valóban ehhez képest az a 28%, ami azt mutatja, hogy ennyien elégedettek azzal, hogy a többi terület mennyire látja az általuk előállított értéket, a pénzügyi terület jövőjét, az egy nagyon alacsony szám, és ez valóban a transformáció akadálya lehet, nagyon sok kommunikációt, egyeztetést, együttműködést fog ez igényelni a jövőben. Beszéljünk most akkor kicsit arról röviden, hogy mik jelenleg a legnagyobb problémák ezekben a működési struktúrákban, valamint mit nyer az, aki erre az innováció által kikövezett útra lép. Igen, a problémák egy részét érintettem, ugyanis a CFO-knak a 63%-a mondja azt, hogy az egyik legnagyobb probléma ez a szigetszerű, elszigetelt működés, és szintén több mint a felük mondja azt, hogy még ma is a manualitás, az Excel rengeteg, és az ebből adódó pluszfeladatok jelentik az egyik akadályát a transformációnak. Emellett egyébként, hogyha már akadályokról beszélünk, akkor azért ezt érdemes látni, hogy az egyik legnagyobb akadály az maga a bizonytalanság, ugyanis a CFO-knak az elmúlt 2-3 évben úgy kell transformálni, hogy közben folyamatosan változik a világ, változnak azok a keretek, amik között nekik működni kell. Tehát egyrészt meg kell felelni ezeknek az új elvárásoknak, kereteknek, és egyébként még egy hosszú távú transformációt is vinniük kell. Röviden érintette az alapvető bizalmi környezetet is, erről is szerintem érdemes lenne szót ejteni. 2023-ban milyennek látszik ez? Nyilván gondolok itt a gazdasági környezetre. Hogyan változtak ezek a külső tényezők, vagy a megítélésük mondjuk egy évvel korábbihoz képest? Ha egy évvel korábbihoz képest nézzük, akkor egy kismértékű optimizmust vagy pozitivitást azért láthatunk az eredményekben. Ugye tavaly nagyon speciális helyzetben voltunk, tavaly nyári állapotok azok talán tényleg a lejtő alját jelentették sok mindenkinek, tehát akkor mindenki rendkívül pessimista volt, most kedvezőbbek az eredmények, ugyanakkor ugyanazokat az akadályokat, problémákat látjuk most is, mint egy évvel ezelőtt. Ugye a bizonytalan gazdasági környezetet azt már említettem, hogy még ez továbbra is a CFO-k 80%-a szerint egy komoly probléma, de ugyanígy az előző évek olyan témái, mint például a megfelelően képzett munkaerőnek a rendelkezésre állása, magára a változásra allokált költségvetésnek az elegendő összege, vagy éppen a szervezetnek a változásra való képessége, azok még továbbra is ugyanolyan problémák, csak már egy kicsit pozitívabban látják ezt a CFO-k, mint egy évvel ezelőtt. Konkretizáljuk egy kicsit itt még a végén a jövő digitális pénzügyi csapatát. Milyen trendeket vonna magával egy ilyen megújulás, és hogyan nézne ki egy ilyen ideális, modernizált, digitalizált struktúrájú pénzügyi csoport? Ez azért egy nagyon jó és érdekes kérdés, mert ha visszatekintünk az elmúlt 5 évre, akkor a pénzügyi csapat átalakulása, illetve a megfelelően képzett, motivált munkaerő az mindig az első kettőbe volt a CFO-k prioritási listáján. És azt is megkérdeztük
immáron 5 éve mindig, hogy hogy látják, hogyan fog átalakulni ez a pénzügyi csapat. 5 évvel ezelőtt ők azt mondták, hogy ha bár akkor még az időnek a felét a csapat az adatok előállításával töltötte feldolgozásával, ez 5 év múlva nagyjából a felére fog csökkenni, tehát mondjuk egy negyede lesz a pénzügyi osztály idejének. És ez azért érdekes, mert ugye most ugyanúgy megkérdeztük ezt 5 évvel később, és azért azt látjuk, hogy ezen a területen nagy elmozdulást nem sikerült elérni. Továbbra is pozitívak a CFO-k, tehát továbbra is azt mondják, hogy 5 év múlva viszont gyökeresen át fog alakulni a csapat, de amit igazából látunk, hogy azok a képességek vagy készségek, amik ez a változáshoz szükségesek, azok még mindig sokkal kevésbé állnak rendelkezésre, mint a klasszikus számviteli pénzügyi képességek. Megkérdeztük, hogy egy 10-es skálán például mennyire elégedettek a csapat innovációs, változáskezelési, digitális képességeivel, és erre mindössze a 10-ből 6 pontot adott a legtöbb CFO, tehát itt mindenképpen egy komoly teendő van a legtöbb pénzügyi csapat számára.